Megtámadta a bíróságon az RMDS Szeben megyei parlamenti választási listáját a nacionalista, soviniszta Györgyi Funár volt kolozsvári polgármester, őrült indokokra hivatkozott, kérelmét nem vették figyelembe. A magyar ellenességéről elhíresült Györgyi Funár a nagyszebeni törvényszéken támadta meg az RMDS parlamenti választásokra benyújtott jelölt listáját. A keresetben meghökkentő okokra hivatkozik. Egyemek mellett azt állítja, hogy az RMDS és annak jelöltjei az alkotmány, valamint a szenátus és a képviselőház megválasztásáról szóló törvény számos előírását nem tartották be. Többek között, és itt kapaszkodjunk, az alkotmány 54. cikkelyének első bekezdését, miszerint a hazához való hűség szent. Hogy ezt az előírást miként nem tartotta be az RMDS, örökrejté marad. Azt is felrója Funár, hogy az RMDS 1989. december 21-én és 22-én, valamint az azt követő hetekben számos atrocitást követett el a románok ellen. Feldúlta, sőt felgyújtotta a közintézményeket, a szövetség pedig azóta is Románia területi feldarabolásán ügyködik. Azt sem zavarta, hogy akkor az RMDS még nem is létezett. A minden bizonnyal szakorvosi kezelésre szoruló eszmefuttatását azzal folytatta, hogy az RMDS kongresszusain, amelyeken Románia állam és kormányfői is részt vettek, megtiltották Románia hivatalos nyelvének, a románnak a használatát. Funárnak összesen 38 vádpontot sikerült összeírnia. Elfelejtette azonban aláírni a bíróságnak e-mailben elküldött dokumentumot, és a Szeben megyei választási iroda számát is eltévesztette, 34 helyett 24-et írt. Mivel az aláírás hiányzott, a kérelmet már nem is tárgyalta érdemben a bíróság.